Sziasztok, Náj vagyok! Mai második videónkban nem meglepő módon ismét az új LNDHQ megnyitásával foglalkozunk. Az első röpkek is szösszenettel szemben, azonban itt már sokkal részletesebben belemegyünk a papírmunkába, és kielemezzük, hogy milyen dokumentumokkal és milyen folyamatokkal fogtok találkozni, amikor majd asztalt foglaltok a nyílt napjainkra, instruktort kértek, sereget választotok, és a többi, és a többi. Kezdjük talán a legkeményebb dióval, ez pedig nem más, mint a szabályzat az RNDH kulátogatói részére. Láthatjátok ezt most megnyitva itt a képernyőmön. Röviden haladjunk végig rajta, és nézzük meg, hogy milyen hozzáfűzni valóim vannak. Természetesen, ha bárkinek bármelyik dokumentummal kapcsolatban bármilyen kérdése felmerül, akkor azt akár e-mailben, akár a Facebook felületünkön fel tudja nekünk tenni, és nagyon szívesen válaszolunk. A parkolás, mint említettem az előző videóban is ingyenes, a környéken van egy jó használható parkoló kb. 50 méterre a stúdiótól, illetve az előző videóban láthattátok, hogy körülbelül kétszer ennyire, vagy mondjuk 150 méterre van egy még nagyobb kapacitású parkoló, ott biztos, hogy fogtok helyet találni a véleményem szerint szinte mindig. Kitértünk rá, hogy a stúdió szőnyeggel borított terület, tehát ide utcai cipőben nem lehet belépni, amennyiben a stúdió szeretnétek lefoglalni, akkor kérlek számítsatok rá, hogy vagy az okniban fogtok játszani, vagy pedig hozzatok váltócipőt. Fontos kitétel még, hogy élelmet a stúdióba bevinni nem lehet, és a ne nehéz takarítani. Ezért arra kérünk mindenkit, hogy odakin a klubhelységben, vagy az udvaron fogyassza el az elemózsiáját következő részben már rátérünk a nyitvatartásra, egészen pontosan a zárórával kapcsolatban egy rövid megjegyzés. Arra kérünk mindenkit, hogy hétköznapokon 20 óra 30 környékén már fejezze be a játékot, mert este 9-kor zárunk, illetve este 8 óra után pedig ügyeljetek arra, hogy lehetőleg már ne kiabáljunk, ne ordibáljunk, felettünk egy másik bérlő éli a mindennapjait, törekedjünk a békés együttélésre. A szemetet szelektíven gyűjtjük, kérjük figyeljetek oda, hogy a megfelelő kukába dobjátok a megfelelő szemetet, összesen négy kukánk van, van egy műanyagos, van egy fémdobozos, van egy általános, kommunális, és van egy papírszemetesünk, mindegyiket táblákkal jelöltük, elrontani nem nagyon lehet, csak nem odafigyelni rá. Az a kérésünk, hogy a megfelelő kukába helyezzétek el a hulladékot. Következő kérésünk szintén a tisztasággal kapcsolatos. Nyilván ti sem szerettek mások után takarítani, ezzel mi is így vagyunk. nőnk pedig sajnos olyannyira szabadnapos, hogy még az Andiból nincs, mert nem fér bele a büdzsébe. Úgyhogy ha bármi előfordul, hogy valamit lejtettél, kiöntöttél, lemorzsáltál, stb., akkor szólj, ezt jelezd a házigazdának, és közösen majd valamilyen megoldást találtok azért erre a problémára. Nagy kisfiúk, nagy kislányok vagyunk, valahogy meg fogjuk tudni oldani. Maradjunk az ital, vigadalom háromszögben. A saját élelmet, italt lehet behozni, pizzát rendelni, hasonlókat nyugodtan lehet, a mikrot tudjátok használni, a házigazda segít ebben, a hűtőt is tudjátok használni, amire viszont kérnénk mindenkit, hogy ha betett valamit a hűtőbe, akkor azt vagy a későbbiek során fogyassz el, vagy pedig vigye magával, mert a hűtőt rendszeresen takarítani fogjuk, és ilyenkor ha találunk benne valamit, amiről nem tudjuk, hogy micsoda, akkor azt nem fogjuk kinyomozni, kié volt, vagy mi az, hanem egyszerűen az enyészetévé lesz. A szabályzatban is kérünk titeket arra, hogy a poharakat és a tányérokat mosogassátok el használat után. Végadalom, alkoholt is be lehet hozni, sőt, fogyasztani is lehet. Nem vagyunk ellenségei a jó hangulatnak vagy a felhőtlen szórakozásnak, viszont a részegrandalírozás és a kultúrálatlan viselkedés az nem tolerált. Arra kérünk mindenkit, hogy mértékkel fogyasszon alkoholt és őrizze meg az emberségét. Másik videóban is elhangzott, hogy sikerült megoldanunk a szélessávú internet problémát. Van ez is a hq van saját wifi hálózat, ezt a vendégek is használhatják, a jelszót pedig a házigazdától tudod elkérni. Terepekkel kapcsolatban már a másik videóban szintén elhangzott, hogy mindent lehetek kedvesek oda visszatenni, ahonnan elvettétek. Ha valaminek nem találjátok a helyét, akkor a házigazda segít. Illetve az a kérésünk, hogyha bármi megsérülne, ami előfordulhat, hogy valami letörik, valami leesik, valami neki valaminek, azt ne próbáljuk elsumákolni, meg eltitkolni, nyugodtan jelezzétek, van ragasztó, van festék, meg lehet oldani mindent, csak derüljön ki a probléma akkor, amikor történik. Lehetőség van ugye bár seregek kipróbálására, ezeket, amikor megérkeztél, jelezd, hogy melyiket szeretnéd, melyiket foglaltad le, ezt a házigazda ki fogja neked venni a vitrínből, tételesen a sereglistával egyeztetve át fogja neked adni. Ugyanígy szeretnénk majd tételesen a tálcán, a szürke színű tálcák direkt erre vannak, hogy azon csak a kölcsönseregek vannak, ezt visszakapni, és itt is ugyanaz lenne a kérésünk, mint a terepeknél, hogyha bármi probléma van, leesett a figura, letölt a kardja, valami történt vele, akkor azt jelezzétek, meg fogjuk tudni oldani, mindenki szerintem már tört el figurát, aki itt házigazda lesz, hogy nem lesz belőle semmi probléma, csak jelezzétek, hogy gond volt, mert akkor tudunk gyorsan utána menni, és akkor tudjuk elhárítani a hibát. Fehér tálcát nem használunk kétkezésre, ezek a, a, seregek mozgatására valók, nem szeretnénk, hogyha összekoszolódnának, mert azután összefoghatják ugye a babákat is, úgyhogy légy szíves, hogy a tányérokat használjátok a az élelem elfogyasztására. Utolsó ilyen nagyon csúnya, mit szabad, mit nem szabad pontunk, az a dohányzásra vonatkozik, ez nem véletlen az előző videóból kimaradt. Dohányozni csak az udvaron lehetséges, a párkányra helyezünk ki hamutartókat, amiket használhattok. Legyetek kedvesek, hogy menjetek el legalább a kerítésig, tehát néhány lépésre távolodjatok el az ablaktól, hogy ne fújjátok be a füstöt. És arra nagyon ügyeljetek, hogy nem szeretnénk meglátni egyetlen eldobott csikket se. Használjátok a mutartót, és ügyeljetek a tisztaságra. Ezen kívül pedig, ha bármi olyan érdekes dolog történik, ami ebbe a szabályzatba nincs belefoglalva, akkor szóljatok a házigazdának, biztos, hogy fog tudni, vagy legalábbis meg fog próbálni segíteni, megoldani a kialakult problémát. Innentől fogva egy kis definíciós rész következik, és röviden kifejtjük, hogy mit is értünk melyik kifejezések alatt. Mert a nyílt napok azok a napok, amikor az NDHQ a nagyközönség számára is látogatható. Van egy nyitva tartásunk, hétköznapokon 11-től 21 óráig, hétvégén pedig 9 19 óráig. Jelen pillanatban úgy tűnik, hogy ezek a nyílt napok kedden, pénteken és vasárnap lesznek, de mivel ez a házigazdáknak is függ, azért eléggé az életüktől. Ez még a továbbiakban változhat. A team Up felületen, amire majd később még kitérünk, mindig nyomon tudjátok majd követni, hogy a közeljövőben mikor lesznek nyílt lapok, és fogjátok látni, hogy arra eddig milyen foglalás érkezett, milyen seregek, stb. stb., de erre majd rátérünk akkor. Ami még a kérésünk, hogy ha a foglalásoddal kapcsolatban, tehát ha foglaltál azt, hogy bármilyen gondod van, elkéssel, leszeretnéd mondani, mégse annyian jöttök, stb. stb., akkor amint ez a probléma kiderült, akkor értesítsetek minket vagy Facebookon, vagy e-mailben, a lehető leghamarabb, hogy mi is úgy tudjuk alakítani a, az életünket, hogy, hogy, ezeket a problémákat át tudjuk idalni, és bele tudjuk kalkulálni az időnkbe, ha valami változás van. Következzen az asztalfoglalás, és ennek a menete. A Hakun három darab nagyméretű terepasztal található, ebből ugyebár egy van a stúdióban, Kettőt tudunk kitenni a klubhelyiségbe, és van egy szintén nagyméretű, tehát az is 72x48-as, ez az alumínium asztal, amit láthattatok már többször betrebe, amin, amin régen játszottunk, ezt még be tudjuk tenni pótasztalnak a stúdióba. Az asztalokat egy űrlapon lehet foglalni, erre majd ki fogunk térni, hogy ez az űrlap hogyan is néz ki, és részesen végigmegyünk rajta. Ami viszont fontos, mivel a házigazda csak akkor megy el a nyílt napra, és csak akkor tölti ott az idejét, hogyha van foglalás, ezért az a kérésünk, hogy a foglalást minimum három nappal az esemény időpontja előtt adjátok le, hogy neki is legyen ideje úgy alakítani az életét, hogy ott tudjon lenni, amikor jöttök. Hogyha valami olyan merülne fel, hogy most jutott be holnap szeretnétek, stb. stb. ehhez megpróbálunk rugalmasan hozzáállni, de akkor az a kérésünk, hogy ne ezt a foglalást töltsétek ki, hanem lépjetek velünk kapcsolatba, és amennyiben lehetséges, akkor meg fogjuk oldani, hogy hogy azon a nyílt napon is ott legyünk, ami mondjuk két nap múlva következik. Amennyiben a témápon azt látod, hogy már van foglalás az adott nyílt napra, akár csak egyetlen egy is, az már azt jelenti, hogy ezt a három napos korlátot már nem kell betartani, hiszen akár egy vendég miatt is a házigazda úgy fogja alakítani az életét, hogy ő ott legyen, annak pedig innentől fogva már csak örülünk, hogyha nem egy vendégünk van aznap, vagy három, hanem öt, vagy nyolc. Itt megtaláljátok a team is a linkét, amiről szintén majd a későbbiekben még látjátok, ott fölül mert meg van nyitva, beszélgetni fogunk. Felszerelések minden asztalunkhoz tudunk adni battlemetet, terepeket, objektíva jelölőket, kis jelzőtokeneket, 20-as, ilyen kis műanyag tasakokba csomagolt, ugyanolyan, tehát egyszínű dobókockákat, vannak mérőszalagjaink, mérőrudaink, lézeres line of sight ellenőrzőink, terepkártyáink, tudunk adni scoring sheetet, és megpróbálunk tényleg mindennel rendelkezésre állni, ami csak ahhoz kell, hogy egy, egy Wargame csatát le tudjatok bonyolítani. Itt fűzném hozzá először, hogy amennyiben bármilyen speciális kérésed van, össze szeretnél tolni több asztalt, játékbemutatót szeretnél tartani, nem csak Warhammer 40 ezeret, hanem bármilyen Wargame játékbemutatót szeretnél lebonyolítani, szeretnéd egy társasággal az összes asztalunkat lefoglalni, mert egy nagy bulit akartok csapni, mert egy apokalipszis csatát akartok, mert egy szerepjátékpartit szeretnétek, akkor légy erre szintén ne a formot használjátok, hanem lépjetek velünk kapcsolatba, és megpróbálunk mindenféle kérést, kívánságot, amit csak tudunk, és az erőnkből és a lehetőségeinkből kitelik azt kielégíteni. Térjünk át a seregekre. Ezt az előző videóban is hallhattátok, lehetőség nyílik kipróbálni a Warhammer 40 ezret LND hq sttq minőségre festett seregekkel. A sereg királytunk hónapról hónapra változni fog, ez az első két hónapban kizárólag bővül. Ti döntitek el egy szavazás alapján, amiről a linket megtaláljátok alul, hogy milyen seregekkel fog bővülni. Ezekről a seregekről ezen a linken mindent megtaláltok, ezt is majd később meg fogom mutatni, már fönt van. Amennyiben szeretnél sereget kölcsönözni, akkor kérjük, hogy az asztalfoglaló űrlapon ennek van egy külön felülete, ott be kell majd jelölnöd, hogy az 1 vagy a 2 verziót szeretnéd kikölcsönözni, illetve csekkold létszíves előtte a Team felületet, mert az asztalfoglalásokhoz vezetni fogjuk azt, hogy az adott időpontban ki van-e kérve már az egyik, másik vagy akármelyik sereg. Értem szerint ezeket sajnos nem tudjuk duplikálni, tehát ha valaki már arra az időpontra kikérte azt a sereget, akkor, akkor azt már nem fogjuk tudni neked kiadni, minden seregnek van kinyomtatott sereglistája a hq de ha te mégis iPad-en, olvasón, telefonon bármin szeretnéd használni, akkor ugyanúgy ezen a Drive-on PDF-formátumban meg tudod találni, a legrészletesebb PDF-formátumban, tehát a, abban a fajta Budweiser-formátumban, ami minden információt tartalmaz, le tudod magadnak tölteni, és tudod a saját eszközöten is használni, ha erre lenne ö, igényed. Ez egy fontos figyelmeztetés, és nagyon szeretnénk, hogyha ezt betartanátok. Nyilván ezek a seregek komoly értéket képviselnek, és nagyon szeretnénk, hogyha ti is vigyáznátok rátok, rájuk. Ezért aztán véletlenül sem szeretnénk azt, hogy belekeveredjenek más seregekbe. Tehát amennyiben kölcsön sereggel játszol, akkor kérlek, hogy csak azokat a katonákat, csak azokat a figurákat használd, amiket tőlünk kölcsönkértél abból ki ne vegyél semmit, ne tedd be saját seregbe, illetve saját seregből ne tegyél bele semmit. Ezzel elkerülhetjük azt, hogy utána probléma legyen, hogy az enyém volt, a tied volt, de ezt kicseréltem, stb. stb. És természetesen semmilyen hákus figurát az épületből kivinni semmilyen körülmények között nem lehet. Következő szolgáltatásunk, vagy opciónk, nem tudom melyik a szebb szó, instruktorokat lehet kérni a csaták mellé, akár úgy, hogy az instruktor az ellenfeled lesz, és vele gyakorolsz, akár pedig úgy, hogy instruál egy csatát, amit te és az ellenfeled egy másik játékos játszik. Ezekre az instruktor kérésekre alapvetően hétköznap 17 óra utáni időpontban van lehetőség, és természetesen hétvégén is tud ez működni, de itt is megpróbál, megpróbálunk úgy hozzá, hogy amennyiben ez nem jön össze, akkor lépjenünk kapcsolatba, és írd le, hogy mikorra szeretnél instruktort meg fogunk próbálni másik instruktort biztosítani, akár vendégi akár a saját berkeinken belül egy tapasztalt 40k játékost, akkor megpróbálunk arra megkérni, hogy jöjjön el és segítsen neked ismerkedni vagy a játékkal, vagy gyakorolni az adott seregedet, vagy bármi hasonló. Az összesítő táblán, tehát ugyanazon a teamup amit itt följebb már felsoroltunk, vagy már említettünk, fogod látni a seregek mellett azt is, hogy kértek-e már arra a napra instruktort, Értelem szerint, hogyha látod, hogy már ki van kérve az instruktor, akkor lépjönünk kapcsolatba, mert nem tudunk mi sem sajnos osztódással szaporodni, és akkor valahogy meg kell próbálnunk, hogy, kell próbálnunk megoldani, hogy legyen abban az időpontban instruktor. Ami még ezzel kapcsolatban fontos, ha nem kikölcsönzött sereggel jössz, akkor légy kedves, küld el nekünk a sereglistát, és szeretné instruktort, mert akkor az, aki segíteni fog neked, fel kell, hogy készüljön abban a listából, amit hozol, hogy ne csak bámuljon mint például Dáj bármelyik tau seregre, hanem legyen valami fogalma arról, hogy, hogy miről is szól a történet, és, és miben is kell majd segíteni. Következő, bár a végére marad, de az egyik legfontosabb pont, ez az úgynevezett kooperáció. Ismét szeretném leszögezni és elmondani, mert nem lehet elégszer elmondani, hogy az LND nyitott mindenfajta kooperációra a Wargame, a társasjáték, az RPG és a kártyajátékok témájában amennyiben te szeretnél nálunk egy csatajántést rögzíteni, játékrendszert bemutatni, sereget bemutatni, festő workshopot tartani, a szépen kifestett figuráidat megmutatni, akár videóban is megmutatni, játéknapot szervezni, bármi ilyet szeretnél csinálni, totálisan mindegy, hogy milyen rendszerben, amíg az egy wargame, vagy akár RPG, vagy akár kártyajáték, akkor keresd meg minket, és mindent meg fogunk azért tenni, hogy ami csak az erőnkből kitelik, hogy ez létrejöjjön, és tudjon működni. A HQ arról szól, hogy ezt nem csak én, nem csak az üzemeltetők, nem csak mi csináljuk, és nem csak mi használjuk. Ezt ti ugyanúgy segítettetek felépíteni, és azt szeretnénk, ha ti ugyanúgy használni is tudnátok. Itt nincs arról szó, hogy mi csak 40 akarunk, meg csak wargamezni akarunk. Nyitottan nálunk mindenkihez, és azt szeretnénk, hogyha ez a hobbi és a társ a testvér tovább virágoznának Magyarországon, és eljutnának minél több emberhez. Ugyanezt szolgálja az úgynevezett ti kültétek robotunk is, amit néhány napja indítottunk el. Ebben pedig lehetőséged van arra, hogyha nem nálunk szeretnéd ezt felvenni, meg nem ebben szeretnéd a segítségünket kérni, hanem konkrét videó vagy audio anyagod van, amit a YouTube-ra kitennél, de úgy gondolod, hogy az LNDHQ YouTube csatornán ez nagyobb publicitást érhet el, mint amit a saját eszközeidből meg tudsz oldani, akkor ha ezeket elküldöd nekünk, akkor mi ezeket nagyon szívesen, teljesen vágatlanul akár mindenféle hozzányúlás meg belepiszkálás nélkül a ti küldtétek lovatban le fogjuk adni, és ezáltal megpróbálhatjátok az üzeneteket talán valamivel több emberhez eljuttatni, mint amire mondjuk egy teljesen átlagos néhány feliratkozóval, vagy néhány nézővel rendelkező csatorna képes lenne. És akkor picit még a postaládáról, ezt én mindig a végére hagyom, mert utálom. <laughs> a szabályzatban is ezért került a végére. A HQ minden eszközének és a fenti összes idézőjelben szolgáltatásnak az igénybe vételének nincsen szabott dítétele. Tehát nem fogjuk azt mondani, hogy 3000 forint volt a sereg, 5000 volt az instruktor, meg most itt felvettünk neked egy videót, az még 45 000, és akkor ennyi, meg annyi az amannyi. Semmi ilyesmire nincsen szó, azt szeretnénk azonban tisztelettel kérni a látogatóinktól, hogy amennyiben te itt jól érezted magad, azt kaptad, amit vártál, vagy reményeink szerint többet kaptál, mint amennyit vártál, vagy szeretnéd azt a fajta munkát, amit most már tényleg hosszú évek óta és nagyon keményen végzünk a WarGamer hobbi népszerűsítésében, és úgy általában reméljük, hogy az összes WarGamer érdekében ezt honorálnád, és úgy érzed, hogy ezt a anyagilag megteheted, akkor kérlek, hogy használd a postaládát a konyha melletti falon, és amennyi lehetőséged van, annak megfelelő pénzt helyez el benne. Mindenkinek köszönjük az adományát, mindenkinek köszönjük a támogatását. Ezzel tudtok minket abban segíteni, hogy a most már felmerülő százezres nagyságrendű havi költségeinket csökkenteni tudjuk, és ezt a folyamatos munkát, ezt a tevékenységet ezt a jövőben is folytatni tudjuk, akár reményeink szerint magasabb színvonalon is. Ezzel meg is volt a szabályzat, nem volt talán olyan veszélyes, mindösszesen két és fél oldal, azért olyan nagy szigorítások talán nincsenek benne. Természetesen ez az első ilyen, amit írtunk, úgyhogy váljuk mindenkinek a visszajelzését és a véleményét ezzel kapcsolatban. Mi az, ami tetszik benne, mi az, ami nem tetszik benne, mi menjünk a csába, vagy, <laughs> vagy éppen mi az, ami kimarad belőle. Nagyon szívesen meghallgatjuk a véleményeteket, akár e-mailben, akár a Facebookon, akár itt a videó alatt kommentben. Térjünk át az asztalfoglaló űrlapra. Ez egy sablon, amit itt láttok. Első és legfontosabb, amit szeretnék ezzel kapcsolatban elmondani, hogy ezt, mikor kitöltötted, és rányomsz az alján a küldésgombra, már nem kell küldeni sehova. Tehát ez saját magát e-mailbe elküldi nekünk. Amint kitöltötted, amint megvolt minden, természetesen a csillagos mezők kötelezőek, akkor ezt elküldöd alul a küldés és utána neked ezzel már más dolgod nincsen. Esetleg annyi, hogy a témában majd megnézed, hogy minden információ pontosan került bele, de minden egyes asztalfoglalást mi vissza fogunk igazolni. Tehát visszaküldjük, hogy rendben van az asztalfoglalásod, vagy visszaküldjük, hogy ez és ez a probléma az asztalfoglalásoddal. Ezeket mi figyeljük, és a témában rögzítjük, valamint vissza is jelzünk. Hogy néz ki ez az űrlap? van egy link itt rögtön felül az LNDHQ szabályzatára, meglepő módon ez ugyanazt a szabályzatot fogja megnyitni, amire az el, amin az előbb végmentünk. Van egy link a teamup ez pedig azt a felületet nyitja meg, ahol látjátok, hogy milyen foglalások vannak, tehát például itt szerepelnek azok a nyílt napok, amik már ütemezve vannak, tehát az augusztus 23, az augusztus 26 és az augusztus 28, amennyiben esemény is van, akkor ez majd így fog megjelenni. Ez egy 40k csata volt, amit tegnap vívtak a klubban. Ez abszolút arra szolgál, hogy minden információt gyűjtsön, és hogy ti, amikor asztalt szeretnétek foglalni, akkor a nyílt napoknál majd látjátok, hogy melyik asztalok foglaltak. Ugye itt oldalt itt vannak a különböző színekkel jelölt definíciók, hogy melyik mire vonatkozik. Látjátok majd, hogy ki foglalta le, látjátok majd azt is valószínűleg, hogy milyen játékot fog játszani, stb. stb. és hogy hánytól hányig van lefoglalva az adott asztal. Ez alapján tudjátok majd eldönteni, hogy ezt az űrlapot hogyan töltitek ki, és mikorra szeretnétek foglalni. Szükségünk van egy e-mail címre, szükségünk van a nevedre, szükségünk van egy becenévre, egy rövidített névre, amit a témában majd ezt jelenítjük meg, Szükségünk van a telefonszámodra, ez nem azért kell, mert mi majd zaklatni akarunk, meg mindenféle kéletlen reklámokkal akarunk elhalmozni, az e-mail se azért kell, mert tőlünk a büdös életben ilyet soha nem fogtok kapni, hanem azért szükséges, mert előfordulhat az, hogy nekünk valamiért nem jó az az időpont, mert valami, nem tudom, istentelen katasztrófa történt, és nem tudjuk megoldani a helyettesítést, meg semmit, akkor valahogy szeretnénk veletek kapcsolatba ö, lépni, illetve, hogyha ti nem jelentek meg, akkor is szeretnénk, hogyha azt valahogy a tudomásunkra tudnátok hozni, hogy ja tényleg, bocs, elfelejtettem, hogy ma fal volt foglalásom, nem tudok menni, mert akkor nem fog ott ülni még három órát a házi várva. Következő rovatunk a dátumot határozza meg, amikor jönni szeretnél, Ugye ez egy lenyitható menü, egy teljesen egyszerű dátumválasztó, kiválasztott, hogy szeptember 15-én szeretné jönni, és itt van egy direkt link a Témához, ami ugyanúgy megnyitja az előző felületet, ahol is meg tudod nézni, hogy arra a dátumra akkor mi a helyzet, van-e már valami foglalás, tehát nem kell itt a tetejére klikkelni, nem rá tudsz klikkelni itt is. Foglalásod időtartama. Itt van egy érdekes dolog, amiről erről nem, eddig nem volt szó. A 10 órás nyitvatartásunk van, vagy 10 órás asztalfoglalási lehetőséget tudunk biztosítani a nyílt napokon. Mivel szeretnénk a lehető legtöbb vendéget fogadni, ezért alapesetben egész napra, meg 8 órára, meg 10 órára egy-egy asztalt lefoglalni nem lehet. Maximum 5 óra az, ami az, az időtartam, amire egy ember egy asztalt lefoglalhat. Itt ugye felsoroltuk még a nyitvatartást, hogy 11-21-ig vagyunk nyitva hétköznap, és hétvégén pedig 9-19-ig. Ide egyszerűen csak beírod, hogy milyen időpontba szeretnéd ezt lefoglalni, mettől meddig. És itt szintén hagyj hívjam fel a figyelmet arra, hogy amennyiben neked mégis valami speciális kérésed van, mert olyan hosszú csatát szeretnél, mert tovább szeretnél maradni, mert a te partid azt tovább tart, stb. stb. Nem zárja ki ezt, csak az a kérésünk, hogy akkor lépjünk kapcsolatba, hogy meg tudjuk beszélni a részleteket. Lehet, hogy majd nem arra a napra fogunk tudni neked asztalt adni, stb. stb. ez mind előfordulhat mindenkihez. Maximális rugalmassággal, rugalmassággal próbálunk állni, de az a kérésünk, hogy ezt az 5 órát alapesetben tartsátok be. Tehát egy ember egy asztalt maximum 5 órára foglalhat le. Ezek után ki tudod választani azt, hogy melyik asztalt szeretnéd. Itt a fő különbség az a helység és a stúdió a stúdióba ugyanis, mint ahogy itt látod is, külön kihangsúlyozva váltócipőpapucs, papucs, az, amiben be tudsz jutni. A klubhelység maga az ugye a külső asztal, ez a második asztal, amennyiben az egyes asztalt a tímápon azt látod, hogy már foglalt lenne. Hogyha meg már minden foglalt, akkor még van lehetőség erre a pót alumínium asztalnak a beállítására is. Ezt viszont a stúdióba tudjuk kinyitni, tehát akkor ismét beugrik a váltócipő, papucs, stb. stb. Itt is van egy olyan opciónk, hogy te több asztalt szeretnél valamiért lefoglalni, valami nagyobb dolgot szeretnél csinálni, ezt is be tudod pipálni, és akkor itt rögtön látjuk, hogy, hogy fel kell vennünk veled a kapcsolatot, és meg tudjuk akkor beszélni ennek a részleteit. Térjünk rá a sereg kipróbálásra. Ugyebár seregből nem csak egyet lehet kikölcsönözni, hanem akár többet is. Hogyha egyik játékos, aki jön az asztalra, sem rendelkezik sereggel. Tehát van lehetőség arra, hogy akár ha kette jöttök, full úgy kipróbáljátok a 40 hogy egy darabba bátok nincs. A seregek listájára itt van egy link, ez az a Google Drive mappa, amire majd rátérünk még a továbbiakban. Meg kell jelölnöd, hogy milyen seregeket szeretnél kikölcsönözni, és itt még meg tudod jelölni azt is, hogy ha sereghez instruktort szeretnél. Itt is benne van ez a megszorítás, amit említettünk már a szabályzatban is, hogy erre hétköznapi nyílt napon van lehetőség 17 órától, vagy pedig hétvégén. De ide is természetesen leírtuk, hogy amennyiben ez neked nem jó, vagy máskor tudnál csak jönni, de nagyon szeretnél instruktort, vagy nagyon szeretnél, ugye itt az instruktort ellenfél is lehet, tehát egyedül is el tudsz jönni 40 kázni, mert tudunk biztosítani neked ellenfelet, természetesen bizonyos határok között. Akkor, akkor lép felünk kapcsolatba, és megpróbáljuk megbeszélni, hogy működjön a történet. És még adunk egy külön lehetőséget arra, hogyha bármilyen olyat szeretnél, ami itt a fentiekben nem működik, vagy nem tudtad leírni, vagy valamiért valami extra kérésed, igényed, óhaj, sóhaj, panasz, fájdalom, bármi lenne, akkor egy a saját szavaiddal le tudod írni. Mi ezt természetesen el fogjuk olvasni, és meg fogjuk próbálni a lehető legjobb minőségű szórakozást és időtöltést biztosítani neked, és amennyiben módunk van rá, akkor, akkor a kérésedet megoldjuk. Természetesen ezt a formot csak úgy tudod elolvasni, hogyha a szabályzatban, ami természetesen ugyanoda vezet, ahol ugye az előbb is voltunk, amivel kezdtük a videót, hogyha a szabályzatban lévő dolgokat elfogadtad, tehát azt magadnak kötelezőre, az magadra tekintve kötelezőnek veszed, Enélkül, hogy itt az igen bepipálnád, nem fogsz tudni asztalt foglalni nálunk. Ez egy ilyen kellemetlen része a dolognak, de azt gondolom, hogy a szabályzatot úgy építettük fel, úgy találtuk ki, hogy nincs benne semmi olyan, hogy csak gyémán cipőben jöhetsz be, és akkor, hogyha egy Ferrari-ból szállsz ki. Úgyhogy ez talán érthető és elfogadható így a végén. Ez volt tehát az asztalfoglaló űrlap. A Timapot azt tulajdonképpen mindeközben talán ismertettem is itt fogod látni a nyílt napokat, itt tudod megnézni azt, hogy bár igyekszünk ragaszkodni a kedd péntek vasárnaphoz, de a házigazdáknak is van élete, meg munkája, meg családja, meg ilyen ügyeségek, úgyhogy előfordulhat, hogy, hogy valamikor nem tudnak eljönni, előfordulhat, hogy egy-egy nap egyikünknek sem lesz jó, és akkor azt tesszük egy másik napra, de ezt természetesen igyekszünk mindig minél előrébb amennyire csak látjuk jelezni nektek ebben a témában, hogy tudjátok, hogy mikor vannak a, a, nyílt napok. Ismételten szeretném hangsúlyozni, hogy akkor tudtok foglalni, hogyha még nincs bejegyzés, hogyha három nappal előre jelzitek. amennyiben pedig már az adott napra van azt a foglalás, akkor ez a háromnapos határidő automatikusan semmis, hiszen akár egy emberért is nagyon szívesen ott vagyunk, és, és nagyon szívesen házigazdáskodunk. Itt még annyit hogy fűzzek hozzá, hogy mindenkit tényleg arra szeretnék kérni, hogy ne legyenek ilyen utolsó perces lemondások, és csak akkor foglaljatok, hogyha emberi számítás szerint el tudtok jönni, hiszen effektíve valaki tőlünk ott fog ülni, és várni fog titeket. Tehát értem, hogy mindenki lelkes, meg nem úgy jött össze, meg nem jött a busz, meg stb. stb. De Kérlek, próbáljátok meg ezt a dolgot komolyan venni, hiszen mi is komolyan vesszük, azért vagyunk ott, hogy ti jól tudjatok szórakozni, meg tudjatok ismerkedni a hobbival, vagy tudjatok hódolni a hobbitoknak, tehát csak akkor foglaljatok, hogyha úgy érzitek, hogy ez tényleg működni tud, aztán persze, hogyha valami közbejön, akkor közbejött, azzal az ember nem tud mit csinálni, akkor pedig minél hamarabb jelezzétek nekünk, hogy hopp, várjál, mégse jó, ez történt, az történt, az történt, ez igazándiból mindegy is. A lényeg az, hogy valamiért nem tudtok a megadott asztalfoglalásra megjelenni. Nem maradt más hátra, mint a próbasöregek ismertetése. Ez ugyebár egy Google Drive mappa, ami mindenki számára publikus. Itt meg tudjátok nézni az adott sereget, le is tudjátok tölteni. Ezt látjátok, hogy ez a legrészletesebb Battlescribe formátum, tehát ebben minden benne van az utolsó pisztoly utolsó csavaráig is, hogy ki mit csinál, meg mit nem csinál. Ezt le tudjátok magatoknak tölteni bármilyen digitális eszközre, ami PDF-et képes megjeleníteni, és tudjátok használni, de amennyiben nem szeretnétek, akkor ez megvan nálunk papíron a Hákún, minden egyes seregünknek meg lesz a sereglistája, úgyhogy azt is tudjátok használni. Amennyiben azonban szeretnétek -e belőle gyakorolni, vagy felkészülni, vagy az ellenfélét megismerni, hogyha esetleg mind a ketten Hákús sereget kértek akkor itt van rá a lehetőség, itt meg tudjátok nézegetni. Ezeket mindig igyekszünk a lehető legjobban up to date tartani, tehát ha van valami FAQ, van valami szabályváltozás, pontváltozás, akkor ezeket átírjuk és frissítjük. Azt látjátok, hogy nefilimre vannak alapjáraton beállítva, tehát a GT nefilim szerint készültek. Ez nem azt jelenti, hogy más rendszerbe vagy más ö, fajta játékmódban nem lehet őket használni, csak azt, hogy a általában a játékosoknak a legnagyobb százaléka az éppen aktuális GT-t játsza, mi is így állítottuk össze a dolgot, és higgyétek el, hogy lehet úgy csavarni egy picit a szabályokat, hogy ezt bármilyen játékmódban fogjátok tudni ezeket a listákat használni. Nos, igazándiból azt gondolom, hogy minden olyasmi elhangzott, amit részletesen ismertetni szerettem volna. Amennyiben mégsem, akkor kommentben nyugodtan kérdezzetek rá bármire, vagy keressetek minket Facebookon, e-mailen, fogunk mindenkinek válaszolni. Nagyon remélem, hogy hamarosan személyesen is fogunk tudni találkozni a hákún és sok izgalmas és örömteli percet tölthetünk majd együtt, és meg lesztek elégedve mindazzal, amit kitaláltunk. Nem győzöm hangsúlyozni, ez egy Working in progress, vagy nem is ez a jó szórá, még sose csináltunk ilyet, ez a jó szórá. Kitaláltunk valamit, amivel kapcsolatban még egyszer mondom, várjuk a visszajelzéseket, hogy ez szerintetek jó, nem jó, így legyen, úgy legyen, máshogy legyen, nem így legyen. Ezt találtuk ki, hogy ezzel induljunk el, mert minden áron el akartunk indulni, minden áron szeretnénk ezt csinálni. És mindig az lebeg a szebünk előtt természetesen, hogy a WarGame közösség a lehető legjobban jöjjön ki abból, hogy van most egy ilyen új lehetőség és szeretnénk minél több embert megismertetni ezzel a játékkal, és segíteni annak az eldöntésében, hogy vajon szeretnének-e ezzel a játékkal játszani, vagy nem. És még egyszer ismét elmondom, ez nem csak a 40 k vonatkozik. Mi azért csináljuk a 40 k mert ehhez értünk. Mi más rendszerekhez buták vagyunk, bénák vagyunk, de ha ti jöttök és segítetek, akkor simán lehet, hogy más rendszereket is hogy hoztok oda terepet, vagy hoztok oda szabályrendszert, vagy eljöttök oda ti akár instruktorkodni, nem csak mi tudunk instruktorkodni. Én szagába, vagy nem tudom, busidóba, vagy bármilyenben nem tudok instruktorkodni, mert nem értek hozzá. De ha valakinek van kedve oda szervezni egy partit, vagy akár egy bemutatót, nyugodtan szóljon nekünk, és meg fogunk tenni mindent azért, hogy biztosítsuk, biztosítsuk számára a lehetőséget, hogy a saját kis játékát a saját kis közönségének, vagy az érdeklődőknek be tudja mutatni. Ennyi lett volna ez a videó, köszönöm szépen a figyelmeteket, bármilyen kérdésre szívesen válaszolunk, kommentben, e-mailben, facebookon, és még egyszer elmondom, hogy nagyon reméljük, hogy hamarosan üdvözölhetünk titeket valamelyik nyílt napon, vagy akár más megbeszélt időpontba az új jelendéhákun, ami épp annyira épült-szépült nekem vagy nekünk, mint amennyire épült-szépült nektek. Ez egy közös dolog, közösen csináljuk. Együtt építjük, és együtt is szeretnénk a gyümölcseit kielezni. Köszönöm a figyelmeteket, sziasztok!